Bár még mindig a középmezőnyben foglal helyet, kilábalt a hullámvölgyből a Nyíregyháza Spartakusz. Az edzőváltást követően a Spari nyert Soroksáron és hazai pályán a Szolnok ellen is, a hétközi szerdai fordulóban pedig jól játszva szenvedett vereséget a listavezető Puskás Akadémia otthonában. A vasárnapi mérkőzés a tabellán elfoglalt helyezésektől függetlenül három esélyes, a megyei rangadó mindkét csapat plusz motivációval lép pályára. A két együttes ősszel egy-egyes döntetlent játszott Kisvárdán. Nekünk mindegyik mérkőzés nagyon fontos most, de azért nyilván a Kisvárda ellen gondolom ők is fokozottan készülnek, mi is fokozottan készülünk ellenük. Úgy gondolom, hogy egyre jobb formában van a csapat. Sajnos most ez a hétközi forduló nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de úgy gondolom, hogy itthon a Kisvárda ellen egy nagyon jó meccset fogunk játszani, és természetesen a három pontot szeretnénk megszerezni ellenük. A Kisvárda szakmai igazgatója Révész Attila, aki korábban 50 NB1-es meccsen ült a Spari kispadján, közönségszórakoztató játékot vár a megyei rangadón. Nyíregyháza azért nagyon erős csapat, még hogyha a tabella most ezt nem is mutatja. Azért minden meccsen nagyon-nagyon nagy ellenállásra készíteti az ellenfelet, és most hazai pályán ugye már nyertek is. Másrészt pedig szokták mondani, hogy az ilyen rangadókon nem számít a helyezés, és hát biztos, hogy nagyon fognak ők is készülni presztízsből, de természetesen mi se adjuk magunkat olcsón, és egy jó mérkőzésre számítok elsősorban arra, hogy egy hasonló ritmusú és eladható meccsen a szurkolók szórakozzanak, és egy jó üzenete legyen ez a jó propagandája legyen ez a futballnak. Van 4 nap, természetesen felkészülünk belőlük, gondolom ők is mi belőlünk. Én szeretem az ilyen meccseket, a játékosok is biztos, hogy vannak vele ők is, és egy jó hangulatú, szórakoztató meccset várok. A Nyíregyháza Spartakusz Kisvárda Mastergood mérkőzés vasárnap 16 óra 45-kor kezdődik a Városi Stadionban, a Kölcsey Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják a találkozót. A forduló további párosítása a következő: Vác Cigánd, Grosics Akadémia Szolnok, Ceglét Soroksár, Mosonmagyaróvár Békés Csaba, Dorog Puskás Akadémia, Balmazújváros Budaörs, Zalaegerszeg Szeged, Siófok Sopron és Csákvár Kozár Misleny.